szerelmi történet kezdete. A zongorista. A dalszerző. Az énekes. Hamarosan visszatér. Egy világsztárok által elismert ember újból elvarázsol minket. Love Story. Az élet legszebb érzései egy vadonatúj lemezen készen állnak. Hölgyeim és uraim, Nyári Károly. Itt a művészetek palotájában Nyári Károly. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Fanbombay. Egy olyan világban, amikor minden afelé hajlik, hogy egyre technokratábbak, egyre hidegebbek, egyre idegenebbek legyünk egymásnak, nagyon kellenek az olyan emberek, mint Nyári Karcsi. Nem baj, hogy Karcsinak hívom, de nekem ő Karcsi. És azért Karcsi, nem csak azért, mert hosszú évek jó barátsága és mély tisztelete fűz össze bennünket, hanem azért is, mert nekem ő egy kályha. Egy olyan kályha, akihez nagyon sokan járnak melegedni hideg estéken, amikor az embernek a szíve fázik inkább. It's up to you, do your, do your dip, dip, dip. Ő az a tipikus művész, akit szeret a közönség, aki azt a fajta titkot ismeri, amit nagyon kevés színész is tud. Nagyon örülök, hogy azóta már többször hallottam játszani, mert mindig az volt az érzésem, hogy ő maga a muzsika. Az ő művészete és az ő kisugárzása egy olyan fajta gondtalanságot, egy olyan fajta életérzést kölcsönöz, függetlenül attól, hogy a hallgatósága éppen 5-10 20 vagy 500 emberből áll, hogy az emberek egyszerűen csak rákoncentrálnak, élvezik a zenéjét, élvezik a kisugárzását, és ezáltal lesz az ő produkciója, az ő személyisége, azt gondolom, hogy teljesen egyedi, és ebben a könnyű, romantikus zongora műfajában pedig egyértelműen úgymond piacvezető. Karcsit jó zenésznek tartom és szuper énekesnek. Szeretem azokat a nótákat, amiket énekel, és szívesen vele is tartok, bár én nekem a hangom hagy némi kívánnivaló. Én voltam boldogabb, ezerszer boldogabb, mert téged én szerettelek. Elmúlt egy álmodás, mégis nem vitál. Hogy én voltam boldogabb veled. Nyári Károly kedves barátom, egy közös ismerősünk mutatott be egymásnak, és nagyon sokszor szoktunk találkozni közös rendezvényeken, és nagyon tisztelem őt, mert egy nagyon jó ember. Mint senki, szeresd úgy, úgy, hogy érezzem megint, hozzád indul minden út, rád vár egy szín. Csak téged hív, kell, hogy velem szállj, és minden jó lesz így. Csak bennem hív. E,
Egy igazán nagy lelkű művész az, akit benne megismertem. Azon túl, hogy családcentrikus, és nincs ember, aki ne szeretné a szakmában. Ezt így még nem is találkoztam ilyennel. Azon túl egy nagyon, nagyon alázatos és nagyon mély érzésű művész, zenész, énekes. Nemrégiben, amikor összefutottunk egy rendezvényen, akkor nem együtt léptünk fel, de mesélt Karcsi az új terveiről. És hát én nagyon nagy izgalommal várom, úgy tudom, hogy Love Story a címe, és biztos vagyok benne, hogy a szerelemnek ő egy olyan hangja, ami egyedülálló lesz. Tadám! Nézd rám! Egy új csók után érez, hogy meg nem unhatnám. Így jó, és így maradt talán. Nyári Károly. Love Story. Élőben a Művészetek Palotájában.